Fényes nappal rabolt ki két helybeli nő egy férfi Tiszaburán. A helyiek megdöbbentek az eseten. Hát nagyon elszomorító dolog, mert mi is idősödünk, korosodunk, és akkor mire számítunk még ezt látnak? Ilyenek történnek. Korábban ugyanezen a településen a helyi templomba is betörtek ismeretlenek. Az az eset is borzolta a kedélyeket, ám a nyílt utcán történt támadás még ezen is túl tett. Az újságból olvastam egyébként erről az esetről, hogy két hölgyemény, egy nem idevalósi férfi emberkét kiraboltak. Körbe ennyi, amit én erről tudok, úgyhogy most jöttem haza, és tehát nem tudom az eseményeket, de ezt az újságból olvassam. Hát abszurdumnak tartom, maradjunk annyiba, tehát ez már azért durva. Hát akárhonnan nézzük. Úgyhogy szomorú, hogy ilyen megtörténik. Az ügyészség álláspontja szerint a két helyi hölgy előre megbeszélte, hogy egy feltehetően ittas tiszarófi férfitől, amint erre módjuk nyílik, elveszik értékeit, elsősorban a fizetését. Ezt követően a két nő Tiszaburán az utcán követte az ott gyalogosan, itasan közlekedő férfit, majd amikor utolérték, az egyikük lefogta a kezét és megpróbálta elvenni a pénzét. A férfi igyekezett a nő fogásából kiszabadulni, ekkor azonban a gyanúsítottnak a társa, a másik nő mögé lépett és hátulról lefogta őt. Megpróbálták a nadrág zsebéből kivenni a pénzt, dulakodás alakult ki közöttük, a sértett a földre esett. A férfinál egy havi fizetése volt 180 000 forint, de a dulakodás közben kihullott értékeit, például 40 000 forintos telefonját is elvitték a támadók. Az ügyészség kezdeményezte a két gyanúsított előzetes letartóztatásba helyezését, révén a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított egyik nő többszörösen büntetett előéletű.